Dr. Noll Judit bőrgyógyászunk rendelt egész délőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen kérdések érkeztek. Ugye a témánk az anyajegy volt, és az anyajegy szűrése vagy átnézése. Érkeztek telefonok? Igen, például szögezzük le, nyáron nem nézünk anyajegyet, mert nyáron a napfény rengeteget változtat, tehát például ne a nyár közepén, most jó időben vagyunk, és a nyár előtt vagy a nyár után, tehát a nyár alatt egész éppen változik. Egész nyár ilyenkor? Nem szerencsés. Nem szerencsés, mert éppen azt látom, hogy változik, és akkor még egyszer meg akarom nézni. Nagyon sokat beszélgetünk folyamatosan ugye az UV-sugárzásról, napfényről, védelemről, mindenről. Tényleg ennyire befolyásolja az anyajegyeket? Tényleg. És ezzel kapcsolatban mondjuk mennyire áll mondjuk a szoláriumozás? Az még rosszabb. Tehát az még rosszabb. Németországban 18 év alatt betiltották. Magyar bőrgyógyászoknak nagy fájdalma, hogy nem sikerült Magyarországon ezt keresztül. Volt egy ilyen kezdeményezés. Volt, igen. Egyébként ezek a napfényvédőkrémek, ezek mennyit számítanak, vagy segítenek? Abszolút, fontos, de nem korlátlanul. Tehát az, hogy 40 faktoros vagy 30 faktoros, az csak azt jelenti, ezt lehet, hogy nem sokan tudják. Nem, hanem mindenki bőrének van egy saját fényvédelme. Mit tudom én, az enyém mondjuk 10 percig. 10 percig bírja, és utána megégek. A 40 faktorossal bekenem magam, 40-szer 10 percig fogom bírni, ha nem megyek vízbe, homokba, igen, és egyebek. Hát csak az időintervallum jelzés? Ez csak egy időintervallum, és csak az UVB. És az a korszerűbb, amikor van egy perjel, és még egy számot látunk ott, mert az az UVA ellen is véd, mert az is káros. Úgy tűnik, hogy ezt most megússzuk itt a vénasszonyok nyarában, viszont ebben az időszakban is kell mondjuk figyelnünk az UV-sugárzásra, napközben még azért figyelnünk még azért, igen, arcunkra, dekoltázsunkra, olyan bőrfötek, amik mondjuk kint vannak ruhán kívül. Kevésbé ártalmas még, de... még igen. Ezért engem nagyon érdekelne, hogy milyen telefonok érkeztek. Például gyerekeket kell lehozni, igen. Tehát gyereknek az anyajegyét is kell nézni, sőt van, amit gyerekkorban kell eltávolítani. Célszerű gyerekbőrgyógyászhoz menni, mert a felnőtt anyajegy és a gyerek anyajegy megítélése teljesen más. A felnőtt bőrgyógyász látja ugyanazt, akkor szívéhez kap, kiveteti, én meg türelmesen várakozom mondjuk. Én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy Dr. Noll Judit itt rendelt nálunk. Külön köszönöm, hogy megkaptam a saját receptemet. Nekem is van egy kis bőrbetegségem sajnos, de hát most már meg vagyok gyógyítva, és köszönjük a nézők nevében is. Köszönöm.